emberiséget a bibliai idők óta sújtó fertőző betegségről, a leprának. 2010-ben a 6. osztályosok családi istentiszteletének időpontja egybeesik a lepra misszió vasárnapjával. Erre emlékezünk mi, gyerekek és szülők, a következő összeállítás. A lepra, régi magyar nevén bélkoprosság, egy fertőző betegség. Kórokozója elsősorban a kezet, lábat, az arcot és a szemet támadja meg. A leprásokat évezredeken át kivetették a társadalomból, a megbetegedett vagy gyanús személyeknek el kellett távozni a társadalomból, és a közeledőket hangos szóval kellett figyelmeztetniük a betegségért. A lepra kórokozóját 1873-ban fedezte fel Gerhard Hansen, ezért a betegség kórokozójának leírója után Hansen-kórnak hívják. A lepra elterjedése szoros összefüggésben áll a szegénységgel, a túlnépesedéssel és az alultápláltsággal. Áldozatainak többsége Afrika, Ázsia és Dél-Amerika fejlődő országaiban él. De az Egyesült Államokban is mintegy 100 új esetet regisztrálnak évente. Európában a Duna-delta vidékén ma is működik egy lepra szanatórium. A betegség nehezen fertőz, jellemzően szoros és tartós érintkezés útján terjed, zsúfolt, rossz higiénés körülmények között élő közösségekben. Terjedéséhez az igen hosszú lappangási idő 3-5 év is hozzájárul. A betegség vélhetően már egyik alatt is fertőzhet. A leggyakoribb tünetek a következők. A bőrben gyümölkóhoz hasonló csomók keletkezése. A bőr károsodásai hónapok alatt sem gyógyulnak be. A környéki idegek károsodása, legjellemző formája a végtagokban megjelenő állandó zsibbadás. A baktérium megtámadja az orrcsontokat, amelynek következtében az orrszövet eltűnik. A szemben az üvegtejű gyulladása, kezeletlen esetekben vaksággal jár, és a szemhéjak bénulása jön. A lepra kezelésére 1962-ig a dapson nemű gyógyszert alkalmazták egyetlen terápiaként, de miután megfigyeltek rezisztens baktériumokat, ma már kombinált kezelést írnak elő. Az általános hiedelemmel szemben a leprás beteg, különösen a korán kezelt esetek nem veszélyesek a környezetükre. Természetesen a fertőző betegekkel kapcsolatos higiéniás szabály betartása alapvető követelmény. Evangélium reménységét hirdessem. Hogy szebb legyen az élet. Ura,
mindenre képes vagy. Szánd meg hát nyomorgó, vergődő, önmagukkal küzdő társaimat, és emeld fel a korból jónak teremtett testvéreimet. Magyarországi lepramisszió néhai Dobos Károly munkája nyomán indult 1974-ben a leprások világnapján. Hamarosan országszerte ismerté vált, s ma már az egész országban ismerik a missziót. A lepramisszió egyben külmissziói szolgálatot is jelent, hiszen hitünk terjesztésének szempontjából igen nagy jelentősége van annak, hogy a leprakórházakban gyógyítást végző keresztény orvosok és ápolók munkájuk közben személyes kapcsolatba kerülnek a krisztusi hittől távol lévő betegekkel. Ilyen módon munkájuk révén szóval és tettel is tanulságos tehetnek Jézus Krisztus gyógyító és üdvözítő hatalmáról. Így teljesedhet be Jézus Krisztus parancsa. Betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok. Miként kapcsolódhatunk be a lepramisszió szolgálatába? Pénzadományjal, fáslék kötésével, takarókockák kötésével, melyekből a munkaterápia során a betegek készítik el takaróikat. A mi gyülekezetünk évről évre igyekszik aktívan részt venni a missziós munkában, törölközők, lepedők vásárlásával, orvolással, fáslék kötésével. Imádságainkkal, adományainkkal támogassuk a leprások gyógyulását, életük méltóvá tételé. Atyánk, nyisd meg a szemünket, hogy a világot olyannak lássuk, amilyennek te szeretnél. Olyannak, ahol védelmezik a gyengét, ahol senki nem éhezik és nem nyomorol. Olyannak, amelyben a javakat megosszák, és azokat mindenki élvezheti. Olyannak, ahol a különböző népek, fajok és kultúrák megférnek egymás mellett. Olyannak, ahol a békét igazságban építik, az igazságot pedig szeretetben. Adj erőt és elhivatást ahhoz, hogy ennek a világnak az építőköveit mi rakjuk fel. Áldunk! Kérjük, te töltsd be életünk, házunk!
Jézus Krisztus által most tisztára, hadd legyünk egymásnak javára. Éljünk úgy, hogy örülhess nekünk, naponként közöld akaratod velünk. Olvassuk igédet, imádkozzunk hozzá, ha megáldasz bennünket, áldott lesz az ország. Boldog.